Méhecskék zsongják körül a már virágzó növényeket egy orosi kertben. Nem csak a fák szerint jött el a tavasz, a krókuszok is azt hirdetik, hogy vége van a télnek. A napos, száraz időnek a gyerekek és a felnőttek is örülnek. Egyedül az allergiások nem túl boldogok, mert a megszokottnál korábban jelentkeznek a kellemetlen tünetek, tüsszögés, duzzadt orr és szemek. A szakértők azt mondják, a természet a megszokottnál egy hónappal előrébb jár, és hirtelen megnövekedett a pollenek száma a levegőben. A legtöbb a mogyoró pollen most pillanatnyilag a levegőben, ezt ki is mutatták, és az éger, a szil, a ciprusfélék pollenje, de egyre megjelenik a nyír, a nyár, a kőr is, és később majd ez egybe fog, ami veszélyes lesz, hogy egybe fog majd folyni a pázsitfűfélék és a gabonafélék pollenjével. Tehát elég veszélyes. Hogyha az eső bekövetkezik, akkor ez enyhülni fog, viszont ez a száraz, meleg, napfényes idő, ez szeles idő, ez kedvez a pollenek terjedésének. A természetgyógyász azt mondja, ilyenkor érdemes feliratni allergiagyógyszert egy szakorvossal, így lehet a tüneteken enyhíteni. Ha ez sem segít, akkor sem kell elkeseredni, mert alternatív megoldások is rendelkezésre állnak. Forduljanak olyan emberekhez is, akik próbálják alternatív módon ezt megoldani, természetes úton. Legyünk nagyon-nagyon sokat a levegőn, azt javaslom, és sokat, nagyon sokat mozogjunk kint, mert az a baj, hogy az emberek nagyon sokat bent vannak zárt térben, legyengült az immunrendszer a télen, nem volt elég vitamin, nincs elég ásványanyag a szervezetben, teli vagyunk méreganyagokkal, ezeket ki kell tisztítani. Az időkép.hu legfrissebb adatai szerint Nyíregyházán jelenleg a ciprusfélék és az éger pollenjeiből található a legtöbb a levegőben. Közepes mennyiségű van a szil, a mogyoró és a kőr is virágporából. Enyhülésre vasárnap számíthatnak az allergiások, mert az előrejelzések szerint akkor várható a Szabolcsi megye székhelyen eső.